Több ezer ember tüntetett kedden Brüsszelben az Európai Szakszervezeti Konföderáció felhívására. A 45 millió munkavállalót képviselő szervezet azt kifogásolja, hogy az uniós stabilitási és növekedési paktum szigorú államháztartási követelményei miatt a tagállamoknak vissza kell fogniuk a költségvetési hiányt. A tüntetők magasabb fizetéseket, valamint jobb közszolgáltatásokat és életkörülményeket követeltek a kiadás csökkentés helyett.